Már túl van a virágzáson, és ha lassan is, de terebélyesedik az őszi káposzta repce gyulatanyán. 5,5 hektáron 8 fajtája található meg a növénynek a fajta kísérleti állomáson. Kedden az ország valamennyi részéből érkeztek ide gazdálkodók, akik az őszi kalászosok helyzetéről, idei várható terméséről tanácskoztak. Az eseményen központi szerepet kapott az aszály, ez nehezíti meg elsősorban a termesztést. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyébe a repcét, illetve a búzát, mivel májusban 4,8 mm volt a csapadék, most múlt héten esett 7, illetve 15 mm, azt megelőzően kétszer volt másfél-másfél mm, tehát nagyon látszik a termésben, rekordtermés biztos, hogy nem lesz. Nem csak, hogy rekordtermés nem lesz, de alapvetően is kevesebb területen termesztenek ma már akár búzát, akár repcét, mint néhány évvel ezelőtt. Ennek egyik oka, hogy a kukorica egy ideje kedvező báron értékesíthető, sokan erre tértek át inkább. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előrejelzése szerint is nagy fordulatnak kellene lennie a jó minőségű őszi repcéhez és búzához. A repcének ott augusztus környékén a vetési időszakban nem kedvezett az időjárás, ilyen száraz talajba kellett elvetni, és sok nem jó kelt ki, és ez talán az egész őszi kalászosokra elmondható, hogy abban az időszakban szárazság volt, amikor magágy előkészítés zajlott, és nem sikerültek jól a kellések, egyenlenek lettek, illetve volt, amelyik majd csak a téli csapadékkal kelt ki. Így elmondható, hogy csináltunk egy felmérést az Agrárgazdasági Kamara, és az összes területnek csak 17%-a minősíthető jónak, és 43%-a pedig gyengének, és a megmaradó 40%-39% körüli pedig közepesnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyébként nem nevezhető kimondott búzatermővidéknek. A szomszédos Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykunszolnok jár élen gabonatermelésben. A hosszantartó aszály egyébként elsősorban épp észak-kelet Magyarországot sújtotta. Ez már csak azért is nagyon kedvezőtlen, mert az Ukrajnából importált gabonára egy ideig még biztosan nem számíthat Magyarország. Nagyon heterogén a kép, azt lehet mondani, hogy ketté van vágva az ország, egy picit jobb a Dunántúli rész, ahol több csapat tavaszi csapadék volt, és nagyon gyengébb itt a kelet-magyarországi rész. De ugye hát ne felejtsük el, hogy másik oldalról itt a szomszéd országban egy háború van. Ennek a háborús helyzetnek, háborús konfliktusnak részesei vagyunk a gabonapiac tekintetében. Ugye ne felejtsük el, hogy Oroszország és Ukrajna a világ búzatermésének egy hetedét, egy nyolcadát adja, attól függően jobb évük-e van, vagy kevésbé jó évük van. Ez a mennyiség viszont hiányozni fog a világpiacról, mert export szempontjából pedig a 25%-át adják a világ exportjának. Ugye ezek be vannak dugulva, ezek a készletek Ukrajnába, ez egy kérdés, hogy mikor szabadulnak ki. A gyulatanyai tanácskozáson elhangzott, a gazdálkodóknak idén még nagyobb a felelőssége. Sok ültetvényen ugyanis nagyon megszaporodtak a kártevők tavasszal, a növényvédő szerek ugyanakkor kárt tesznek a beporzókban, így minden eddiginél szorosabb együttműködésre van szükség a gabonatermesztők és a méhészek között.